Februárban több az adózással, a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos határidőre is érdemes volt figyelni, hiszen ezek jogvesztők. Február 25-e az egyéni vállalkozók számára fontos, hiszen eddig az időpontig kell kitölteni az előző évről, azaz a 2015. évi tevékenységről a bevallási csomag 1553-as lapját. Elektronikus úton kell főszabályként megtenni ezt a bevallást, azonban a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek még papíralapon is megtehetik ezt a bevallást. Természetesen ez a határidő a befizetés határideje is, tehát február 25-ig kell teljesíteni az esetleges adófizetési kötelezettségüket is ezeknek az egyéni vállalkozóknak, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is. Az adó megfizetésének határideje azt jelenti, hogy legkésőbb az említett napon kell az adóval a fizetési számlát megterhelni, vagy az adóhatóság pénztárába befizetni, illetve postára adni az eszjéját. Sok esetben tapasztalja az adóhatóság, hogy a bevallás időben érkezik, azonban a befizetés elmarad. Annak, aki nem fizeti be esedékességig az adót, késedelmi pótlékot számolnak fel, nem fizetés esetén pedig bírságot. Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 22.000 egyéni vállalkozó mindössze 10.000 fizetett határidőre. Személyvedelemadó bevallás benyújtásának, illetve befizetésének elmulasztása esetén 200.000 forint mulasztási bírság szabható ki. A bevallás és az eszjé befizetési határidő az EVA hatája alá tartozókra és a kata szerint adózókra is vonatkozik. A NAV felhívja a figyelmet arra, érdemes használni az elektronikus bevallást, mert a program jelzi a hibákat, illetve fontos, hogy a nyomtatványt alá kell írni, hiszen anélkül az érvénytelen. Az adóbevallást adó tanácsadó, adó szakértő is ellenjegyezheti.